kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez az Ultra Gang című műsor itt az Ultrahang Plus csatornáján. Én Király Tamás vagyok, állandó vendégeink pedig Pitchinger László Dopman és Ábrahám Róbert, aki nem Dopman. Sziasztok! Sziasztok! Hello, üdvözlünk mindenkit! Még nem teljesen tudjuk, hogy mi lesz ennek a műsornak a formátuma, de beszélni fogunk majd belpolitikáról, külpolitikáról, bulvárról, spiritualitásról, sok mindenről, és a kedves hallgatóknak is javasoljuk, hogy ajánljanak nekünk témákat. Azért is érzem egy kicsit zavarban magamat, mert ugye ti ilyen vicces emberek vagytok, és sokat szoktátok szórakoztatni a nagy közönséget, én meg annyira nem, úgyhogy még megpróbálom a helyemet megtalálni ebben a műsorban, de mielőtt még ilyen nagy útkeresésbe kezdenénk, akkor fel is olvasnám az első hírt. Elsimon László kirúgásával fogunk foglalkozni. Ugye Csák János kulturális és innovációs miniszter hétfőn átadta Elsimon Lászlónak, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójának a felmondó levelét, mert hogy volt egy WordPress fotókiállítás, amelynek kapcsán Dúró Dóra, Mi Hazánkos országgyűlési képviselő fordult a minisztériumhoz, hogy ez bizony a gyermekvédelmi törvénybe ütközik, mert olyan képek is vannak benne, amit gyerekeknek inkább nem javasolnak, és akkor felszólították Elsimon Lászlót, hogy a gyerekek ne nézhessék meg ezt a kiállítást, Elsimon László meg ezzel szembe ment, és akkor most megkapta a felmondását. Sokan ezt úgy értelmezik, hogy Csák János Dúró Dóra oldalára állt. Ti hogy látjátok ezt az egész kérdést? Kezdjem én? Kezd. Jó, hát én a kulturális életben egy picit megengedő vagyok. Bár ugye magamat konzervatívként definiálom, de azért mégiscsak talán ez a szegmens, ahol egy picit liberálisan tekintem az eseményeket. És szerintem Elsimont nem azért menesztették, mert hogy a kiállításon olyan fotók is felelhetők voltak, amik hát a gyermekvédelmi törvény szerint aggályosak, hanem sokkal inkább azért, mert szembefordult a felettesi. Ugyanis itt az történt, tehát a Csák az nem állt szerintem a Dúró Dóra oldalára, sokkal inkább az itt a helyzet, hogy amikor ugye Dúró Dóra jelezte aggályait a kiállítással kapcsolatosan, és akkor Csák miniszter úgy gondolta, hogy a törvényt már pedig nem akkor következetesen be kell tartaniuk, és hogyha volt egy országgyűlési képviselő részéről egy ilyen jelzés, és hogyha ő ezt nem veszi elég komolyan, és nem tartatja be, akkor tulajdonképpen meghasonul maga a kormány és maga a törvény is. Én ezt pontosan értem. És ebben a helyzetben ő nagyon is szigorúan járt el, hozzáteszem helyesen, és nem azért, mert azzal nem értek, vagy azzal egyetértek, hogy a képet meg lehet jeleníteni, vagy nem, tehát ez nem erről szól, hanem abban, hogy következetesen betartatja a törvényt. És akkor ugye Elsimonnak itt az a húzás, hogy ő látványosan szembefordult a felettesével, és akkor ilyen tényleg rókafogta csuka megoldást akar találni, hogy kiteszi, hogy 18 éven aluliak nem látogatják, no, de azért ilyen szarkasztikusan odavágta azt, hogy de egyébként meg ő nem tudja végrehajtani ezt az utasítást, mert hogy nem kérheti el a személyigazolványt a látogatóktól. Ebben gondolom mindannyian éreztük az iróniát. Szóval ebből a szempontból szerintem ez azért speciális ügy, mert itt mindenki azt a részét próbálja fejtegetni, amit az előbb is ecseteltem, hogy akkor most itt a Csák miniszter az vajon a Mi Hazánk oldalára állt ebben a kérdésben, avagy sem, és akkor elkezdik megfejteni megint csak azt, hogy akkor egy ilyen kulturális kiállításon fóliázni kell-e mondjuk az olyan fotókat, ahol mondjuk meleg férfiakat ábrázolnak egy idős otthonban, hogyha ez egy művészi ábrázolás. És nem erről szól a vita. Tehát én inkább azt mondom, hogy lehetne azon gondolkodni, hogy a gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatosan mondjuk arra megtalálni a megfelelő lehetőséget és jogi utat, hogy mondjuk valóban azt szankcionálni, ami káros lehet a gyermekekre, ami ugye eredetileg a jogalkotó szándéka volt, és finomítani egy picit rajta, hogy azért a kultúrában olyan túlmélyen ne hatoljunk be, mert például vannak olyan ábrázolások és olyan képi megjelenítések, amiknek szerintem sincs helye egyébként különböző kiállításokon, de talán ez még az a határeset, amikor itt nem feltétlenül a szexualitás ábrázolása volt a cél. Hát a Dúró Dóra darálója óta tudjuk, hogy a Dúró Dóra különben szerintem majd egyszer véget ér a politikai karrierje, akkor nagyon jó PR marketinges lesz bármilyen cégnél vagy szervezetnél. Tehát kiválóan mozgatja a hangulatokat, a saját rajongótábort is megmozgatja, a másik oldali gondolkodást is megmozgatja. Fölhajtó erőként szolgált, tehát bementek egy csomóan a kiállításra. Én a művészettel kapcsolatban egyébként én
mondjuk úgy nagyon megengedő vagyok, tehát gangster rapperként, vagy valami rapperként fura lenne, hogyha egy szigorúskodnék ezzel kapcsolatban. Plusz én nem szeretem, mikor keménykednek, mert az ellenállást fejt ki. Tehát inkább érdemes megfelelő módon kommunikálni ezzel kapcsolatban, de az jutott eszembe, miközben beszéltél, Robi, hogy itt ugye a törvényt alkalmazták, arról volt szó. Na most ebben nem vagyok teljesen tisztán, mert amit hallok eddigiek alapján, ez a törvény erre az esetre nem vonatkozott. Tehát, hogy múzeumokra ez nem vonatkozik, ez iskolai intézményekre vonatkozik, és hogy itt történt egy olyan bicsaklás, hogy nem törvényt alkalmazott. Ugye a szexuális oktatással kapcsolatos, a törvény szexuális felvilágosítással kapcsolatos, és az a hát nagy kérdés, hogyha egy kiállításon egy művészi ábrázolás, két azonos nemű párt ábrázol, akkor az most a felvilágosításnak, az edukációnak, vagy a művészetnek a része? Szóval ezt nem tudom, de a szigort azt tapasztaltuk mindannyian, bár én nem izgulok az elsimó miatt annyira, szerintem meg fogja találni a jövőbe is a helyét a történetbe, csak én inkább úgy látom ezt, mert így mi beszélünk róla, de ez a nagy közönség inger küszöbét ez nem üti át. Tehát azért ez azokhoz jut el, akik így ezt a politikát így nagyon szeretik figyelni, meg ezzel foglalkozni, vagy esetleg így ezekhez a magrajongó táborokhoz tartoznak, és én már elkezdtem észrevenni egy ilyen kétszintes kommunikációt különben a Fidesznél, amit nagyon valaki ügyesen megvédi, és jól csinálnak, hogy mármint, hogy szóval ez, ami most történt, ez kifejezetten azoknak a hardcore embereknek szól, akik kifejezetten a Fidesznek az aktuális kommunikációjával egyetértve úgy kell legyen, ahogy ki van mondva. De ami szerintem fontosabb, és amire Magyarország apukája, az én kedvenc Viktorom, nagyon jól rájött, és nagyon érzik, és mindenkinek javaslom is, hogy kövesse be az Orbán Viktort a TikTokon. Mert ott már te is ki vagy tűzve. Egyrészt, másik pedig, hogy ott lesz a megfejtés. Tehát a tömegekhez ott működünk. Tehát már egyrészt nagyon jól le van választva az egész Fidesz kommunikációra a mester, mint egy rockstar, és pluszba ott szólítják meg a tömegeket, mert lehet látni, hogy az emberek többsége erre nem annyira gerjed. Nem is értik szerintem, hogy most a WordPress kiállítás, tehát hogy ez nem egy fontos kérdés ma a magyar társadalomban, nem? Nem, de viszont alkalmas volt arra, hogy egy óriási lufit fújjanak körülötte. Azt viszont én mindenképp szeretném megjegyezni, hogy nem biztos, hogy ebben az ügyben nekünk a Csákminisztert, az Elsimont, vagy a Dúró Dórát kellene hibáztatni, mert az, hogy egyáltalán erről a kérdésről vitatkozni kell, azt nem ezek az emberek szülték meg, hanem azok, akik az egész világot, az egész nyugati világot belefetrengtették ebbe az LMBTQ mocsokban. Tehát ez mind azt szülte, és én elhiszem, hogy például a WordPress fotókiállításon nem olyan célzattal mutatnak be ilyen ábrázolást, amivel szemben a törvény is próbál föllépni. No, de a törvénynek is azért kellett megszületni, mert a nyugat elvesztette a mércét ebben az ügyben. Csak itt jön fel az a kérdés, hogy mennyire kontraproduktívak az ilyen intézkedések, mert például láttuk az Egyesült Államokban a legfelsőbb bíróságnak az intézkedését életvédelmi kérdésekben, és például azok az intézkedések is, aztán mintha az életvédelem ügyének, meg mondjuk a bizonytalan embereknek a szemében kifejezetten ártó lett volna. Én... Tehát van, amikor többet ártanak az ilyen túlmozgásos dolgokkal, mint használnak, nem? A Robival én nagyon egyetértek. Hát nem vetném el a kereszténységet, mert jó magam római katolikus vagyok most amellett, hogy az lettem, ami lettem, de a Robi nagyon fején találta a szöget, és egyszerűen mérhetetlenül zavaró számomra, amikor leülök egy olyan emberrel, aki mondjuk egy másik politikai platformra helyezi magát azzal szembe, ahova engem gondol, azt meg se fogalmazza. Igen, most hova gondol? Hát én most ezután, TikTok kitűzés után szerinted, hát én már, én unokaöcsi szinten vagyok már, szóval itt velem vigyázni kell, nincs itt beszólogatás meg duma, de ami engem nagyon zavar, hogy ezek az emberek azt a jelenséget, amiről a Robi beszél, magyarán, hogy a nyugat-európai társadalmakba, és itt még talán Dél-Európáról leválasztanám Nyugat-Európát, mert Olaszországban, meg a Latin országokban még mindig a hagyományok azért jobban jelen vannak, bár ott is cincálják őket. És görögöknél azért nem. Hát ott régóta. Görög szerelem azért onnan. De
az Egyesült Államokat is beleértve, tehát én azt veszem észre, hogy az a társadalmi keretrendszer, az a szervező erő, ami működőképesen tartja az embereknek az együttműködését, az alapvetően szét lett cincálva. Most erre használnak vókot, rengeteg más dolgot, és egy olyan káoszba hajtották bele a társadalmat, amiben egész egyszerűen már kapkodni kell a fejét a vezető eliteknek, hogy hogy tartsák egyáltalán működőképessé a struktúrákat. Mert nem működőképesek a struktúrák. Tehát mikor mondják, hogy valaki opportunista lett, meg pragmatikus, hogy milyen erőt kapott az, hogy pragmatikus politika. Nem tudsz elvi politikát csinálni. Mert elkezdesz egy tisztán elvi politikát a mostani kaotikus világban csinálni, és egy méteren belül beleütköző hat sarokba, amiben itt bukott az elvem, ott nem működik, itt így kell csinálni. Tehát ugye ott valamiféle módon én azt se gondolom, hogy most az lenne a cél, hogy egyáltalán itt milyen fejlettség legyen. Itt egyszerűen ezt a káoszt, amit teremtettek, ezt valamilyen módon egybe kell tartani, és ilyen kapkodást érzek, hogy valamit csináljunk, hogy ne essen szét az egész. Csak nekem pont ez a kérdésem, hogy egy ilyen nemzeti múzeumos üggyel egyébként a káosz rendeződik-e, vagy bármi megoldódik-e? Én pontosan értem a kérdésedet, csak erre azért nehéz választ adni, mert nem véletlen történt itt ez a megütközés, mert hogyha azt mondja a minisztérium mondjuk egy ilyen jelzésre, hogy megengedőek vagyunk, akkor tulajdonképpen is nem tartatja be következetesen magát azt a törvényt, amit ő alkotott, akkor meghasonulás fog előállni, és akkor onnantól kezdve számon kérhető, hogy akkor egyes esetekben igen, más esetekben meg nem. Ha viszont keményen lép fel, és azt mondja, hogy na ez egy olyan témakör, ami jelenleg az egyik legnagyobb rákfenéje a nyugati társadalomnak, és most nem a melegségre gondol, tehát férjet is ne, tehát tegyünk különbséget az érzékeny néző kedvéért, hogy van, léteznek a melegek, létezik a meleg társadalom, meg létezik egyébként az LMBTQ, a kettő között nincs egyenlőség. Tehát ez ugyanúgy, mint hogy vannak feketék, mert van a Black Lives Matter, a kettő között nincsen hasonlóság. Semmilyen formában. Az egyik egy szélsőséges politikai mozgalom is. Az LMBTQ lobby, az szerintem nem csak egy szélsőséges, hanem egyébként a melegekre az egyik legnagyobb veszélyt. És sok meleggel is határolódik. Igen, tőle. És mivel ezt tartják szerintem jogosan a nyugati társadalom egyik nagy rákfenéjének, ezért ebben az ügyben meg kellett nekik lépni azt, hogy igenis itt vasszigor. Tehát itt, ha kompromisszumok, azok kinyitják a Pandora szelencét, mert láthatjuk, hogy ahol elkezdődtek ezek annak idején, ezek a kompromisszumok, ott hová lett a nyugati társadalom. És tudom, hogy sokan még mindig nem hajlandók ezt elismerni, és mondják, hogy ó, jártam már Németországban, meg Svájcban, meg Hollandia, és még mindig összekeverik a gazdasági jólétet, a kulturális, meg az eszmei mélyponttal. Tehát mi mindig nem tudnak közte különbséget tenni. Csak szeretném jelezni, és ez egy picit nem idevágó, de valamennyire mégis releváns, hogy én végbenéztem, és az elejétől kritikusa voltam például ennek a PC-nek, meg a VOK-nak, ami például az elfogadásról szólt volna, és én azt látom, hogy azok a társadalmak, ahol a legmagasabb szintre hágott a PC meg a VOK, ott most horogkereszteket rajzolnak zsidó otthonokra. Tehát én ezt látom. Azt látom, ahol az LMBTQ a csúcsponton járt, ott kapják a legtöbb támadást a melegek. Ha valakinek élnek rokonai vagy ismerősei mondjuk Franciaországban, ahol köztudottan mindig is elfogadottak, vagy a legelfogadottabb volt a másság ilyen téren, nézzék meg és kérdezzék meg, mennyi atrocitás éri most Franciaországban melegeket. Tehát ez mindenhol, ha van kontraproduktív dolog, akkor ezek a szélsőséges politikai eszmék, amik egyébként a látszat kedvéért fölkaroltak segítségnyalán bizonyos társadalmi rétegeket, valójában mindenhol csak pusztítottak, és mindenhol az ellenkezőjét értük el. Tehát egy mondatban leegyszerűsít az egészet. Nézd meg, hogy a magyar vókultúrának a zászlóshajóján, a Partizánon arról beszélgetnek és arról diskurálnak, hogy hogyan kellene a zsidókat gazdaságilag és kulturálisan bojkottálni. Ilyen a hiteni Németország óta a nyugati világban nem volt. Én azt gondolom itt egyébként, hogy egyrészt ez az egész LMBTQ mozgalom, hogyha jobban megfigyeljétek, mert tök vicces, mert ez egy himsovinista cucc játék. Ez a gazdag, nagyon gazdag, ilyen gigaelithez tartozó, multikat manipuláló férfiaknak a játéka. Tehát, hogyha észreveszitek egyébként az LMBTQ egyáltalán, tehát ezek a szegény leszbikus nők már sehol nincsenek, tudod, valahol a hátsó sorban rotyognak, tudod, és akkor így, jaj, már talán el sem mehetnek a tüntetésről, és akkor ilyen nagyon
érdekes transzik vannak, Subi Durbi, Rókaprém, más is buzi, nem csak én felkiáltása, táncikának, érted, és hogy arról szól minden, hogy a férfi szülhesse. Tök furcsa, de a nők jogairól, vagy a női egyenjogúságról, vagy a nők. Vagy a női szépségről, és a női szépség ideáról. Igen, a nőktől csak elvesznek. Nem tudom, hogy Tomit szabad olyan mondatot mondani, amilyet a csatból kitiltanak? Mindent lehet mondani, aztán. Egyébként ezeknek a mozgalmaknak, az élén a vezetői, a megalkotói, a kitervelői, ezeknek sátánisták. Csak ezt azért mondom, hogy te, mert ezt az ATV nem lehet. Itt most elmondhat. Nemrég egyébként nekem volt egy olyan élményem, hogy egy nagy orvoskonferencián vettem részt, és ott egy római katolikus pap kezdett el arról beszélni, hogy hát az LMBTQ az a sátánizmusnak a kreálmánya, és a szabadkőművességnek a kreálmánya, és láttam, hogy még a egyébként többségében nem katolikus hívőkből, inkább protestáns, református nagyon remélem, hogy egyetértettek. Hívők, de nem, láttam, hogy megütközést ugye elsőre. Én nagyon jól párbeszédbe keveredtem nyilvánvalóan a katolikus papa, de hogy egyébként tényleg nagyon sok esetben azt látom, hogy a szeretet nevében próbálnak meg olyan dolgokat eladni, meg olyan dolgokat ránk kényszeríteni. Ez is egy érdekes dolog, hogy a szeretet nevében ránk kényszerítenek ideológiákat, hogy hogy kellene gondolkodnunk, amelynek a belsejében azért abszolút nem a szeretet van. Benne van az a paradoxon, ami most tehát az igazi vallásos viselkedés, az igazi törekvés, az meglátja azt a paradoxont, ahol megnyílik, úgy idézőjelbe véve, az Isten. Tehát, hogy miről beszélünk? Elfogadás. Ugye ez a címszó. És akkor most képzeljétek oda a Noárt, aki az elfogadásnak a harcosa. A leggonoszabb entitás. És nem fogadja el a nem elfogadást. Tehát az elfogadás, az igazi elfogadás elfogadja a nem elfogadót, és ezáltal megszületik benne az a fajta szeretet, hogy például tudom, hogy a Robit bizonyos témákat nem érdeklik, meg lehet, hogy érdekli az egyik emberbe az, hogy mit tettél tegnap. Ezt tettem minden. De vannak olyan vetületei, amivel nem szeretné, hogy terhelje őt. És az a nem terheli, mert figyelmet gyakorol. Tehát pont ez benne a trükk, amit mondtál, hogy elfogadást tűztek a zászlóra, de ugyanolyan címkéző, szélsőséges, tulajdonképpen fasiszta, vagy kommunista, vagy nevezzük, aminek akarjuk, magatartást prezentálnak, mint bármelyik ilyen elnyomó gondolat, mert ugye alapvetően egy legitim kérdéssel foglalkoznának, mindig az egót feszegeti az ember. Hogy azzal mit kéne kezdeni, hogy nem észároljuk le egymást, meg stb. De mindig az emberek kreált a dolgok, így el akarjuk nyomni a másikat, az elfogadás, meg a segítség, meg a jó tételének a jegyébe, és nem értik meg, hogy ezeket a dolgokat csak te fölajánlani tudod. Tehát amíg te nem ajánlod föl, addig nem tudják tőled elvenni. A téma zárásával kapcsolatosan még egy mondat belefér. Hogy, persze. Hogy ha már szóba hoztam ezt a témát, ugye én amikor ez szóba kerül, akkor mindig egy másik történelmi időszakot szoktam megemlíteni, mert attól jobban semmi nem példázza ezt, hogy mennyire így van, és most Laci szóba hozta ezt az elfogadás zászlójára tűzve diktátumokat érvényesítenek. Hát nem erről szólt a nagy francia forradalom? Amikor az volt a mondás, hogy vagy szabad leszel, vagy levágjuk a fejedet. Tehát konkrétan a szabadság, egyenlőség, testvériség, vagy halál, és azt meg is valósították. Tehát mindenkit, aki nem fogadta el a szabadságot, a szabadság alatt értsd, hogy azt teszel, amit ők mondanak, a Robespierre, meg a Danton, mindenkit lefejezte. És a racionalitásnak a jegyében az ész és a tudománynak az, a hát az jegyében. Ész kultusza volt egyébként, meg az a legnagyobb istentelenség, csak sokan még mindig nem akarják megérteni, mert mindehhez olyan tudatipari termékek párosultak, amik ezt mindig a nagy dicső forradalomként ábrázolták, de hát volt egy nagy kritikusom, aki rendszerint Puzsér mellett ül a rádióban, és azért nem akarom ezt elmondani, mert privátban jelezte ezt a véleményét egy közös ismerősünknek, és utólag, amikor én beszéltem erről a történelem eseményről, átgondolta a helyzetet, és mondta, hogy sok mindenben igazat kell adjon, mert például az nem lehet vita kérdése, hogy Franciaország vérben és megcsonkított hullákban úszott, és mi erre a történelmi eseményre, ami egyébként az egyik legszégyenletesebb dolog volt. És most hagyjuk ennek az ideológiai célkitűzését, csak abban, hogy polgárok gyilkoltak polgárokat, és élvezve tették mindezt, és dicsőnek nevezték. Hát az első és második világháború volt csak olyan történelmi esemény az ott Európában, ami el tudta ezt nyomni, amilyen mészállás akkor zajlott. Hát, ha belegondolsz, ugye az Amerikai Egyesült Államok hasonló.
nem értik Amerikát meg, amikor beszélnek a szerepvállalásáról, meg arról, amit csinál. De ha jobban megfigyelnék az amerikai történelmet, és én nem ítélkezni, meg bírálkozni fogok most, vagy bírálkodni, hanem bíráskodni, az amerikai történelem az a lőfegyvernek a jegyében született meg. Tehát például megnézed az 1883 című remek beszabott sorozatot, meg annak a folytatásait, tehát maga az amerikai történelem az a lőfegyverrel egyenlő. Minden, ami az ágyú, pisztoly, fegyver, puska, mai napig ezen alapul minden. Tehát ahhoz, hogy megértsd a világhoz való viszonyulásukat, ezt meg kell érteni, hogy nem is képesek másba gondolkodni, mint hogy valahol lőfegyverekkel oldják meg a problémákat a fegyvereken keresztül. Hogy is fogalmazott a leghíresebb afroamerikai rapper Tupac Shakur Amerikával kapcsolatosan? Nézd csak a történelmünket, Amerika az egyetlen erőszakos. Violent című dalában. Igen. Ugye nagyon érdekes megfigyelni azt, hogy mennyit fordultak itt az emberek, hogy azok, akik például azt mondták, hogy Ukrajnának abszolút joga van az önvédelméhez, azok most azt mondják, hogy merészel Izrael megvédeni magát, akik azt mondták mondjuk az oroszok részéről, hogy megtámadják Ukrajnát, ők most azt mondják, hogy azonnali tűzszünetre és békére van szükség Izraelben. Tehát ilyen a szürke 50 árnyalatában változnak ezzel kapcsolatban a vélemények, és láthatóan maga a lokális problémánál ez egy sokkal globálisabb probléma, és óriási indulatok vannak ezzel a témával kapcsolatban. Ti hogy látjátok, most nem a konkrét hadműveletekkel kell foglalkoznánk, hanem inkább azzal, hogy ti hogy látjátok, mi az oka annak, hogy ez a kérdés, az izraeli kérdés, ez ennyire megosztja az egész világot? Hát ez jó hosszú lesz akkor, tehát kezdem ott, hogy rögtön a végén, hogy azért osztom meg az egész világot, mert ez nem simán népek közti konfliktus, ez vallásháború egyrészt. Másrészt hívő emberként mondom, hogy ami ott történik, az biblikus, prófétai korban értünk. Tehát ezért is osztom meg ilyen szinten az emberiséget, sőt, hát ez lesz a sorsfordító dolog, ami most ott kezd kibontakozni. A másik pedig az, hogy említetted, hogy akik békeszünetet követeltek Ukrajna esetében, azok most háborúra biztatják Izraelt, tehát itt szeretném megjegyezni és emlékeztetni minden vallásos zsidó és minden vallásos keresztény embert, hogy ez nem vallásos nézőpont, hogy háború, tehát, hogy értem én, hogy nagyon sokan azt mondják, bosszút kell állni a Hamaszon, én azt gondolom, hogy mind a zsidók, mind a keresztények részére az az alapvetés, hogy imádkozunk Jeruzsálem nyugalmáért. Könyörgünk Jeruzsálem nyugalmáért. Én ezt tanultam keresztényként, és ahol nyugalomért könyörgünk, ott nincs helye fegyvereknek. A jogos önvédelem persze a materialista világban létezik, csak hogy a jézusi tanítás az ugye az volt, Péternek azt mondta, hogy tedd vissza a te kardodat a hüvelyedbe, mert aki kard által él, az kard által hal. Egyrészt. Ez az egyik. A másik meg az, hogy ez a fordulás, hogy miként változott meg nagyon sokaknak a véleménye, és miként lett ütközőpont egész Európában, meg az egész nyugati világban ez a zsidó kérdés. Én azt látom, hogy amiről, és akkor visszakanyarodok egy picit az előző témához, minden, amit tettek azon eszpek képviselői, akik folyamatosan azzal vádolják például a magyarországi jobboldalt, hogy kétharmados többséggel uralkodnak ebben az országban, és forradalmát akarnak játszani. Való igaz, hogy Magyarországon a jobb oldalnak kétharmada van, viszont létezik a világban egy eszme a nyugati világban, aminek kétharmada van, és a igaz magyar jobboldaliak, akik nem kirakadt jobboldaliak, azok ezzel az eszmével szemben határozzák meg magukat, mint például én. És ez az eszme, ez évek óta folyamatos aknamunkát végzett a jónak látszata mögött, hogy érlelje az emberekbe azt a gyűlöletet, ami most kezd napvilágra bújni. Ez a zsidó gyűlölet, ez itt volt eddig is, hát amikor az oroszokat orkoknak nevezték meg, az oroszokról azt mondták, hogy azok nem is emberek, hanem szörnyek, akiket megölni nem bűn. Hát ez, én már akkor mondtam, hogy emberek, térjetek észre, kicseréljük az orosz szót zsidóra. Mert megérkeztünk a holokauszthoz. Hogyne? És képzeld el, hogy ma semmi, tehát azok az emberek kezdenek felszólalni Palesztina mellett, de mielőtt ezt kimondanám, ezt a mondatot, csak hagyd tegyem hozzá, hogy én mindkét oldalon az ártatlanokért nagyon-nagyon sajnálkozom, és nincs különbség a halott gyermekek között, hogy ki milyen származású. Tehát én örülnék, hogyha Gázában is leáll az egész, és békés megoldás születne, de nem fog, mert nem, ez a, nem így van megírva. Na de visszatérve, tehát azért lettek nagyon sokan egy csapásra egyébként, akik korábban gyűlöltek mindenkit, arabokat, zsidókat, mindenkit, és most hirtelen arab imádókká lettek, mert ez a legitim
és szalonképes verziója a zsidó gyűlöletük kinyilatkoztatásának. Tehát végre, végre kimondhatják, hogy a zsidók. Végre minden mögött zsidókat találhatnak, és nagyon érdekes, hogy vannak olyan dolgok, amikről nem mernek beszélni az emberek, pláne olyanok, akik egyébként jelen vannak a médiában, meg a közéletben. Ez pedig az, hogy... És bocsánat, hogy így fogalmazok, de nincs mögöttem antiszemitizmus, pont az ellen próbálok harcolni. De az a média, az a liberális média, ami többségében zsidókból áll. Tehát most ez persze nézhetünk félre, és beszéltünk úgy, hogy hát ez ténykérdés, zsidókból áll. Azok hogy a fenébe kezdik egyébként úgy tálalni a híreiket, és úgy programozni az olvasóikat, hogy zsidó gyűlölővé váljanak. Ez egy nagyon érdekes dolog, ez érdemes volna egyébként boncolgatni. Tehát én azt látom, és most annyi, hogy nevesíteném konkrétan az újságírókat, elég, hogyha a médiumot megnevezem, 444. Tehát eddig, akivel szembe az utcán egyébként tudtak bármilyen, mondjuk ha valaki nem szerette a humuszt, már szaladtak oda mikrofonokkal, kamerákkal, hogy antiszemita, zsidó gyűlölő, fasiszta. Most meg, amikor az elvtársaik egyébként, mondom, bent ül a zsidó lány, aki egyébként hol, tehát zsidó-magyar lányról beszélünk, Szekeres Hanna, egyszerre él Izraelbe, egyszerre él Magyarországon, de következetesen mind a kettőt meg akarja büntettetni. És egyébként nekem egy érdekes van abban a Partizán interjúban, hogy egy dolgot azért nem tettek hozzá, hogy, és szerintem ez ebben fontos, hogy Szekeres Hanna mégiscsak Szekeres Imre, egykori honvédelmi miniszternek a lánya. Hát hogyne, hát mi más? Hát mi más? Hát azok, akik most kárognak, hogy ez egy élhetetlen fasiszta ország, azoknak a szülei meg nagyszülei tartották egyébként rettegésben, meg kifosztás alatt az országot. Na mindegy, és elhangzik ebben a Partizán nevű műsorban, ami hát az elfogadás nagy híve, és a Gulyás Marci az nem lép közbe, és nem mondja, nem oktatja ki, mint máskor, ahogy szokta a riportalanyait. Hát kimondottan azért hívta meg ezt a lány, mert ez volt a célzat, hogy pontosan tudta, hogy kit hív meg, egy zsidó gyűlölő zsidót hívott meg. És akkor miután elmondja azt a szintiszta náci beszédet, de komment, hát ott tartottak, hogy na jó, de hogy kéne megvalósítani ezt a gazdasági és kulturális bojkotot. Hát vannak nagyon jó történelmi referenciák a jó idézőjelben. Mein Kampf, el kell olvasni, ott van benne, hogy kell megvalósítani. És a négy nem szalad. Nincs mikrofon Gulyás Marci előtt. Nem írják meg, hogy Gulyás Marcinál szintiszta nácizmus zajlott. Ott tartunk, hogy a Bayer Zsolt védi a zsidókat, és a partizános Gulyás Marci üldözi. Hát ennyire eszement világban. És mondom, amikor itt valaki azt meri mondani, hogy mondjuk szintén keresztény pozícióból beszélek, én azt mondom, Izraelt lehet kritizálni, lehet egyébként felrúni a bűneit, de én keresztényként gyűlölni, meg az elpusztításáért imákat mondani nem tudok, és szerintem nem lehet. És vagy hogy a zsidókat kulturális bojkott alá helyezzük. Hát hogy ne csak, és még tényleg mondod, tehát hogyha én azt merem mondani, hogy valaki mondjuk történetesen zsidó, és én nem a származás okán, hanem tevékenység okán mondjuk kritikát fogalmazok meg, lásd mondjuk a Soros György féléket, akkor másnap horog keresztet sütnek a homlokomra. Míg azok, akik személytelenül egy fajról beszélnek, és a fajjal szemben kulturális bojkot, mondd meg, hogy lehet megvalósítani zsidókkal szembeni kulturális bojkotot, mikor a kultúra zsidók nélkül nem létezik. Tehát meg egyszerűen hogy képzeljük ezt? Ez nem antiszemitizmus? Ez nem kifogásolható? Hát itt egy személyes szállat hadd hozzak be, hogy én rendszerint megkapom, hogy antiszemita vagyok. Tehát tudom, hogy van, aki azért bojkottálja az én műsoraimat, mert hogy én antiszemita vagyok. De amikor most bajban volt Izrael, akkor mi voltunk az elsők, a Hetek, a Hitrádió, akik a Dunapartra ugye tüntetést hívtunk össze. És nem volt kérdés, hogy ki kell állni Izrael mellett, és a zsidó emberek mellett is, hiszen azért itt látszik, hogy az Izrael megsemmisítése az egyúttal a zsidóság megsemmisítéséről szól. Hát amikor a palesztinok azt mondják, hogy a folyótól a tengerig akarjuk magunknak a területet, akkor feltevődik a kérdés, hogy akkor mi legyen a zsidó emberekkel, akkor ők hova menjenek. Ugye mondhatnánk, hogy menjenek vissza Európába, de hát Európában meg éppen zsidó csillagokat rajzolnak a házakba, hát nem hiszem, hogy hát olyan nagy tártkarokkal fogadnak. Figyelj, létezik őket. Erre egy nagyon jó teszt. Tehát ki mit akar? Hát csak a gondolatkísérlet kedvéért. Vedd ki a fegyvert Palesztinából. Mi fog történni? Ugyanaz fog nagyjából lenni a helyzet, mint ami eddig is volt évtizedeken keresztül. Vedd el a fegyvert Izraelbe, mi fog történni? Másnap megszűnik. Kiírtják. Tehát, hogy ki mit akar. Ugye pont láttuk a telepeseknél, hogy elvettek tőlük fegyvereket, kötelezően le kellett adni, aztán utána mi történt bizonyos kibucokban. No, de Laci bátyám következik. Egy 4-5 órán keresztül. Én azt gondolom, itt kicsit más állásponton vagyok, szerintem a vallásháború ez itt egy díszlet. És pont abban, amit nagyon szépen kifejtettél,
látszik, hogy igazából a dolognak nincsen színe, se vallása. Tehát pénzkérdések vannak. Különböző lobby érdekeket látok ebbe, ugyanúgy, mint az orosz-ukrán konfliktusba. Persze folyamatosan pezsgésbe kell tartani a világot, mert akkor, ha nincs pezsgés, akkor nem lehet operálni megfelelőképpen. Azt is gondolom, hogy egyébként egy nagyon rossz helyre dobtak most pezsgő tablettát, és ez miatt a problematika sokkal nagyobb lesz, mert itt egy olyan régi, sérelmeken alapuló karmikus, nevezük karmikus, vagy sorszerű láncolat van, ahol annyi sérelem, fájdalom, generációkon keresztül átívelő, üvöltő gyűlölet alakult ki az emberekbe. Hát nem csak a gázai övezet az egyetlen gyűlöletbe szocializálódott terület. Nézzük meg Dél-Olaszországot. Az egész kultúrájuk arra épült fel, hogy Vincenzo megölte Lucchese-nek a fiát, és akkor az unokája majd megöli Vincenzónak a lányát az esküvőjén, meg ilyenek. Tehát mind lehet látni, hogy amikor nem konszenzuson alapuló megállapodásokkal jönnek létre helyzetek. Tehát nem szabad elfelejteni, hogy a modern Izrael létrejötte, azért nem úgy alakult mindenféle szempontból, hogy ott mindenkit megkérdeztek, hogy ez így működni fog, jó lesz? Hanem azt mondták, hogy ez így működni fog, és így lesz. És lehet, hogy voltak, akik nem akarták, hogy működjenek, és ők helytelenül tettek sok mindent, mint ahogy Izraelben is helytelenül tettek sok mindent, és én erről beszélek, hogy a béke embere, aki Jézust hordja a szívébe, vagy bármilyen módon komolyan vesz vallásos törekvést, vagy akár csak nevezik humanistának, az nem kérhet mást, mint hogy ne legyen háború. Tehát ebbe én megértem például Robert C. Custernek az álláspontját, mikor azt mondja, hogy mi is beduinok vagyunk, és addig megyünk, amíg élnek, mozognak meg. Szóval én ezeket értem, csak akkor előtte, mikor arról beszélünk, hogy a spirituális isteni látásmódban meg kell látni a dolgokat, akkor ezt hirtelen nem dobhatom el azért, mert a fájdalom. Én ezt csak azért mondom, mert én ültem a saját nagyszüleim gyilkosa mögött. És nem voltam, volt spirituális vetületem, de másmilyen módon néztem a világot, és azért, mikor végighallgattam annak az embernek a moziát, nem az történetét, nem az született meg bennem, hogy nem kell elzárni a környezetétől, vagy valami meg, hogy ne jelentsen veszélyt a társadalomra, de a bosszúvágy kiégett belőle. Na most azért mondom, mert van ilyen tapasztalatom közvetlenül. Én viszont hát mondjuk ide a bosszúnak a kérdésére egy dolgot, hogy gyakran ugye a keresztényeket igyekeznek abba a skatujába betenni, hogy beidéznek a Szentírásból különböző részeket. Csak azért én azt láttam, hogy Jézus Krisztus megkísértésénél a sátán is nagyon profin idézett különböző részeket a Bibliából, csak azok az igerészek nem abban az élethelyzetben, tehát nem abban az élethelyzetben voltak aktuálisak. Figyelj, a Robi ezt jól mondta, mert ő mondta, hogy a materiális szinten ez kialakul, ez a szituáció. Tehát nyilván, figyelj, nekem a Jelen János, a tankapuja buddhista főiskolája következőt mondta. És ezt magammal hordom azóta. Azt mondta, a László maga egy szamuráj. Azt mondja, ezzel semmi baj nincs, mert a karakterét nem tudja kidobni az ablakon. Egyre figyeljen, hogy csak akkor húzza ki a kardot, amikor feltétlen szükséges. És hát ez nyilván, amikor valaki így szeretne élni, de senki más nem úgy akar élni. Egyébként ez egy nagyon nagy vallásos kihívás, tehát azért ezt a Jézus Krisztus meghaladta. Valljuk be, képességei alapján leszállhatott volna a keresztről, elsétált volna, és mögötte tengerbe borult volna minden, és ő nem tette ezt meg. Ez nem véletlen. Tehát, hogy amikor a világ így működik, és azért emberek vagyunk, nyilvánvaló, hogy háború szituáció van, ezzel valamit kell csinálni. De ez nem változtat azon, hogy az első számú törekvés, a békére volt törekvés kéne, hogy legyen, csak egyre inkább bontakozik ki éppen ez, amiről beszélünk. Illetve ez most a káosz. Pont Izrael most pont a békére törekedett, hát már azt láttuk, hogy szövetséget kötött a szomszédaival, hogy tényleg már a Hamasszal is tárgyalások voltak pont a támadás megelőző hetekben, és ehhez képest a modern kori zsidó állam legnagyobb tragédiája következett be. Igen, és akkor itt megint ketté kell választani, tehát a materiális
síkon, Izrael a békére törekedett, ugye kivonult egyébként korábban Gázából is, meg minden egyéb, ugyanakkor meg a szellemi világban meg egyáltalán nem a békét kereste Izrael, és ezt nem kell eltitkolni. Sőt, kifejezetten elvilágiasodott. Sőt, a fertelem központjává tette Jeruzsálemet és Tel Avivot. Az LMBTQ-nak és a romlottságnak nem volt nagyobb fővárosa, mint a zsidó nagyvárosok. Igen. Egyébként az istentelenség oly mértékű volt már Izraelben, hogy a Szodomától és Gomorától már szinte semmi nem különböztette meg. És egyébként attól, hogy a földkerekség egyik legbűnösebb társadalma alakulott ki, attól tényleg már csak a rendszeres emberáldozat hiányzott, már csak az volt szinte hátra, és ne felejtsük el azokat a képeket. Én nem akarom egyébként meggyalázni a fesztiválon meggyilkolt emberek tisztességét, vagy nem akarok emlékét, igen, tehát nem akarok ilyet, tényleg részvétem minden családnak, aki érintett az ügyben, de könyörgöm, hogyha valaki tényleg egy picit többet feltétel az életről, mint az, hogy reggel 8-kor fel kell és munkába menjen, annak látnia kell, hogy mi zajlott ott. Hósrasánnal volt, amikor a bálvány előtt egy drogpartin csapkodtak össze-vissza, Izrael földjén, azon a földön, ahol Mózesnek le kellett venni a saruját, mert szent volt a föld, és az égből megérkeztek a gyilkosaik, aki ebben nem látja a biblikusságot, és aki nem látja, hogy Izrael a határig ment el az istentelenségbe, és minden istentelenségnek az élére állt a nagyvilágban. Aki ezt nem látja, ezt nem méri fel spirituális szemmel, és aki nem látja, hogy milyen jelek kísérték mindazt, ami történt, és hogy mi zajlik, és hogy amikor ti rendeztétek, én ott voltam azon az Izrael melletti kiálláson, és fogtam magam sarkon, fordultam, és eljöttem a felénél, amikor az izraeli nagykövet elmondta, hogy azért kell győznünk, mert mi erősebbek vagyunk, és mert a katonaságunk nagyobb, mint az ellenségé. Hol maradt Isten a beszédből? A zsidó népről beszélünk, hol maradt az, hogy nekünk azért kell győznünk ebben a harcban, mert velünk van az Isten? Amikor hallom egyébként az izraeli politikusokat nyilatkozni Istenről, mindenki elfeledkezik. Hát, a katonai erejében bízik Izrael, és a katonai ereje nem fogja megvédeni azoktól a szomszédaitól, akik épp szervezkednek és gyülekeznek ellene. Minden úgy van. Tehát igazából... Egy dolgot ide hadd mondjak, mert hogy pont nagyon érdekes, hogy Izraelben előtte pár héttel volt egy vita arról, hogy Isten megvédhet-e minket, meg hogy Istennek mi a szerepe még az izraeli társadalomban. Nagyon érdekes volt, hogy a Hetek pont ezzel hozott egy címlapot, hogy vita Izraelben, megvédhet-e Isten, mit hozhat az ősz. És hát csak aztán... a Hósasánára csak jegyezzük már meg, hogy az miről is szól. A Hósasán az utolsó utáni esély, tehát amikor már kiszabják ellened az ítéletet, a Hósasánáig még akkor is megbánhatod a te bűnödet. Tehát annyira biblikus volt az egész, hogy tehát amikor támad az ellenség, pont egy olyan ünnep utáni hajnalon következik be, ráadásul 7-én, ráadásul sabbatkor, amikor arról szól, hogy még adtam nektek az utolsó utáni időt is, és mi mindig eltávolodtatok tőlem, és ti lehetetek a fertelmességnek az ászlóvivői a világban. Hát a Bhagavad Gita, hinduknak a szentirata, hát így kezdődik. Tehát beszélget a, mit tudom, melyik Arjuna király, vagy mit tudom, a Krisnával, és akkor mondja neki, hogy egyik a másiknak, hogy mikor vallás nélkül marad az emberiség, akkor a nők rossz útra térnek. Mikor a nők rossz útra térnek, nem kívánt gyerekek születnek. Mikor nem kívánt gyerekek születnek, pokulba fordul a világ. Tehát, hogy amiről beszéltünk az elején, hogy a keretrendszereket szétcincálták, és nem tudtak a helyére olyan választ adni, ami működőképes lenne, szervező erő tudna lenni, egy irányító tudna lenni, és már nem képesek oda-visszamenni, amit a szép emlékű Thich Nhat Hanh nevezetű nagy zenszerzetes csinál. Akiről mindig azt hittem, hogy egy leves. Aki lehetne az is egyébként, de levesként funkcionált, mert neki a egyébként rendszeresen meditációk vezetésénél Jézus Krisztussal kezdte, meg a Buddhával, hogy aki Jézust hordoz a szívébe, az ül itt fent. Tehát így szépen ő magáévá tette Jézus gondolkodását is, és nála volt az, olyan elvonulásokat szerveztek, hogy izraeli katonák leszármazottait, akik elvesztek a háborúba, terroristáknak a családjából származó gyerekeket, Palesztinából, vagy felnőtteket, stb. Áldozatokat, olyan családokat, akik elvesztettek embereket, oda vittek a kolostorba. És 7 napos gyakorlatokat tartottak nekik, és hát ugye nyilván az elején ezek az emberek rendkívül ellenszemmel néztek egymásra, meg nem volt köztük összhang. És következő volt a feladat, egyébként ez a magyar társadalomban is működőképes módszer lenne szerintem sok szempontból, hogy első körben
az egyik fél kapott egy napot arra, hogy elmondja a gondját, baját, sérelmét. És nem lehetett hozzáfűzni, beleszólni, elmondani, hogy bezzeg én velem, mi volt, csak végig kellett hallgatni. És a másik nap, a másiknak kellett végighallgatni a másikat. És így haladtak, és egyre csökkentették az időt, amikor a másik beszélt, és a másik nem szólt. És a végén rendszeresen kialakult egy párbeszéd, és ezek az emberek úgy jöttek el onnan, hogy egymás vállán sírva békültek meg egymással. Tehát valamilyen módon azt lehet látni, hogy a világ irányítása, és én nem is mondom, hogy háttérhatalom, meg most, mert ezek ilyen jó szavak, meg, de mi van a háttérben, amiről tudunk? Az nincs a háttérben, meg aki a létezést, a működést, az emberi vágyakat, a manipulációkat, a különböző intrikákat figyeljük, vagy akár csak a háborúkat, meg a történelmet végignézzük, akkor látjuk, hogy mi történik a világban, hát most, hogy mások a szereplők, azok egész egyszerűen túl távol vitték el az emberiséget attól, hogy ilyen módon nagy tömegben ezt működtetni tudjuk. Izrael folyamatosan ismétli a történelmét, és meg egyébként a bibliai proféciák is folyamatosan ismétlik önmagukat. És ha belegondolsz, nagyon hasonlóan viselkedik most Izrael állam ahhoz a korszakhoz, mint amikor mielőtt megérkezik Nabukodonozor király, és Jeremiás ugye figyelmezteti az aktuális királyt arra, hogy éppen mi vár rájuk, és ahelyett, hogy Isten visszafordulna a zsidó nép, akkor is mit tesz? Szövetségeseibe, katonai szövetségeseibe Egyiptomba bízik, és saját katonai erejében, hogy majd ellen tud állni a babilonoknak, és ugye akkor is az történik, hogy a szövetségesei a végén cserben hagyják, és az ereje sem védi meg őt, és szerintem most is ezt láthatjuk, bár hozzáteszem Lacinak azért ilyen happy end-jelent, hogy a vége egyébként itt is a megbékélés lesz, csak előtte óriási pusztítás, mert Izraelt nem fogja megvédeni sem az Egyesült Államok, sem a katonai ereje, sőt, még a szövetségének megújítása sem fogja megvédeni egyébként a veszedelem fiával. Pont az, hogy amikor megjön a béke, akkor utána... Jared Kushner által fog megérkezni az a hamis megerősítés, ami által majd azt gondolja Izrael, hogy eljött az ő messiás, akit Netanyahu egyébként hát már most is... Akkor te azt mondod, hogy a Trump vej az antikrisztus. Persze, persze. Erről majd egy külön adást csinálhatnánk. Gondolj bele! Van egy nagyon jó amerikai tartalomgyártó, Valuetainment, az a csatornájának a neve, angol nyelven valaki beszél, akkor ajánlom. Hát a srác rendszeresen csinált ilyen CIA bevetésen volt az ügynök fiú, aki az interjút adta az embernek Afganisztánba. Akkor egy másik, ugye ott a Közel-Keleten működtek ezek. És pontosan fölvetik ezek a katonák, hogy mi támogatjuk Izraelt, pont most Szaúd-Arábiával békíteni akarták, de pénzeljük Szaúd-Arábiát, ami meg iszlám államot fegyverez föl, meg stb. Tehát itt egész egyszerűen azt kell észrevenni, hát Amerika ugye első számú politikai érdeke, hogy a határaitól minden konfliktus távol tartson. Egyetlen egy esetben érte annyira sok határa nincs is, tehát nem olyan nehéz. Pearl Harbornél érte amerikai területet támadása japánok által, de azóta ezt mindig megoldották, hogy mindig a világban folyamatos feszültség legyen, amíg a Szovjetunió volt, könnyebb dolgok volt, de most már kaptam valamikor egy Financial Times cikket, ahol valami kínai főgóri nyilatkozik, hogy hát arra törekszünk, hogy Oroszországgal meghosszabbítsuk a fegyveres együttműködéseket, de Amerikával is kiterjesztjük a közös működést. Tehát itt igazából a nehézségi erők azok szétoszlottak, a hatalmi elit, de a világot mozgásba kell tartani, hogy maguktól távol tartsák a problémát. Tényleg egy mondatot szeretnék még kiharcolni magamnak, hogyha már megnyitottunk egy ilyen kemény témát, akkor még az mindenképp ez az varjam el a történetet, hogy mert egyébként az én meggyőződésem szerint a világot azért hajtotta a káoszba, és amikor a világról beszélek, a nyugati világról beszélek, mert a keleti az most egy picit ebből a szempontból más. Tehát a nyugati világot szerintem azért hajtották a káoszba a balliberális erőtérrel, hogy az emberek gyűlöljék meg a káoszt, és amikor megoldás kínálkozik erre a káoszra, és rend kínálkozik, ami a jobb oldalról, a konzervatív oldalról fog jönni, a republikánusoktól fog jönni, akkor azt feltétel nélkül fogadják el. És most nem menjünk bele a személybe, mert ugye azért biztosan én sem jelentetek ki mindent, de akkor inkább úgy fogalmazok, hogy soha senkire a történelem során nem illet jobban az antikrisztusi leírás, mint Trump fejére, Jared Kushnerre. Ha
lesz a világban olyan személyiség, akit elfogad a konzervatív és a liberális oldal is, annak olyannak kellene, hogy egyrészt konzervatív berkekből jön, de ugyanakkor meg kellően progresszív ahhoz, hogy azoknak az akaratát is képviselje, akik egyébként a Biden, tehát az egész színdarabot nézd meg, odaültetnek tényleg egy Drebin hadnagyot amerikai ér, és a csávó pellenkával jár beszédeket mondani, és közben az egész világ, és közben az egész világ ilyen kisarkított, szélsőséges eszméktől szenved és tépázott. Hát még azok az emberek is, akik egyébként eredendő liberálisok lennének, nem az, amit most liberálisként árulnak, hanem tényleg azok is azt mondják, hogy rend kell, és rendezettség kell, és béke kell. És ha már spiritualitást említettünk, hát ha kinyitjuk ezeket az iratokat, akkor pontosan tudjuk, hogy 2020-ban elkezdődött ez a folyamat az Ábrahám egyezménnyel, és ennek a megvalósítás ugye Dániel könyvében meg azt szerepel, hogy is megújítja a szövetséget, sokakkal a békeszerződést, amit az idők felénél felbont, ugye 7 évről beszél, amit 3,5 év feltép. Hát már most elkezdte a kampányát Jared Kushner, mindenkinek felhívnám a figyelmét, hogy egy esetleges republikánus fordulat esetén ő már kész arra, hogy az Ábrahám egyezményt újra tárgyalja, és újra hosszabbítsa, és ezzel a közel-keleten megoldja ezt a problémás helyzetet. Hát a zsidók nyilván ezt nem fogják megérteni, mert hogy a spirituális szemmel nézzük, ők még vakság alatt vannak ebben a kérdésben, de a keresztényeknek azért érteni kell, hogy mi történik. Egyébként én azzal egyetértek, hogy a végidő, tehát hogy ugye itt az Antikrisztus esetében mindenki azt várja, hogy az majd biztos európai lesz, meg orosz, meg egyebek, mert hogy szerintem sok esetben például az ilyen különböző nemzeteket azt szerint próbálják összetenni a Biblia alapja, hogy kinek a neve hasonlít a régi népek közül a mai népekhez, és ez szerintem tévút. És ugye, amikor a Babilont azt rámondják erre meg arra, hogy én például úgy gondolom, hogy a Babilon az Egyesült Államok. Az Egyesült Államok, és hogyha ezt felhoztad, akkor hadd mondjam el ezt is, mert akkor ne legyen olvasztó tégely. Hát egyrészt, igen, a Mellingpart, másrészt meg ugye az, hogy a dánieli nagy profécia, meg a jelenések könyv ide vonatkozó proféciái, ugye abból vezetik le még, tehát hogy szerintem nyilván én magam sem vagyok tévedhetetlen. Szerintem az írástudók is keverik itt a fogalmakat, mondja, sokan azon az állásponton vannak, hogy az ott ábrázolt negyedik fenevad, amit ugye szerintem jól ismerik fel, hogy az a Róma utód birodalma, ami az európai országokat jelenti. Ugye elmondják az Európai Unió igen, sok esetben. Igen, igen, és ugye ott szerepel 10 szarv, az 10 nagy ország ebben a birodalom, és abból 3 kitépetik, és a helyükbe egy kicsi nő, és az a kicsi óriási nő nagyot szóló szájakkal így szól a profécia. És akkor ezt úgy vezetik le, hogy itt Európában egy kis ország nagy hatalomra tesz szert, megaláz másik 3 országot, és nagyon nagy beszédeket tud majd mondani a vezetője az Antikrisztus. Ez téves meglátás. A három Orbán kitépet, Viktor is lehet. A 3 kitépet szar, csak azt mondom, hogy ez egy fontos. Nem ő az. Ő a jó oldalon harcol. A 3 kitépet szar, hol az én álláspont... mond. Az én álláspontom szerint ez a 3 kitépet szar, az nem más, mint Hollandia, Spanyolország és Anglia, amelyből kiszakadtak emberek, átmentek az új világba, és ott létrehoztak egy új birodalmat, és az a kis szarva, ami ebből a 10-ből nőtt ki, az óriásira nőtt, és a nagy szóló száj nem azt jelenti, hogy az Antikrisztus nagy mesemondó lesz, hanem az, hogy adatott neki tudatipar, amivel az egész világot megtéveszti. Ez pedig Amerika. Szóval igen, mert ugye sokan azt mondják, hogy Amerikának már leáldozott, meg jön a globális dél fel, csak én ilyenkor mindig megkérdezem, hogy oké, és akkor majd innentől a kínai kultúra lesz a világon az elterjedt, vagy a kínai tudatipar fogja majd az európai emberek agyát is átmosni? Már azt azért nem hát azért a kínaiak. Jó, de én egyébként bírom a kínaiakat. Jó, de nem. De figyelj, a TikTok. Na jó, a TikTok az valójában egy amerikai cucc. Ezt akarom mondani, hogy a TikTokot felejtsük már, hogy kínai, hát könyörgöm, a Vogue szerint tiltja a tartalmat. De Amerika... Jobban tiltja, mint a YouTube, sokkal. De pont ez a trükk. Pont ez a trükk. Ugyanis, ha megnézed a TikTokot Kínába, hogy milyen tartalmakat lehet közölni rajta, és mit néznek rajta a kínai a Kínába, az közel sem ugyanaz, mint amit itt nézel Európában. Szerintem maga már a digitális technológia forradalom az is inkább a nyugati világhoz kötődik, és tehát, hogy soha nem, tehát meg milyen cipők vannak rajtunk, és milyen ruhákban járunk, tehát, hogy ez számomra elképzelhetetlen az, hogy mondjuk kínai trend szerint mondjuk várjál, mert a TikTok ugye tipikusan annak az eszköze, bár jó magunk is használjuk, hogy az európai nyugati zűlést elősegítse. Hát az biztos. Tehát magyarán mi a fő problémája Nyugat-Európának és Amerikának, de leginkább Nyugat-Európának? Hogy egy immunrendszerét működtetni képtelen,
evolúciós küzdelmekre alkalmatlan társadalom találkozik, olyan beérkező tömegekkel, akiket most ők is emberi lények, érzők, van történetük, stb. De ők ezen a evolúciós hegyenvölgyön zakatol a vonaton, éppen máshol tartanak. Tehát ők túlélésre alkalmasak, képesek küzdeni, vannak még céljaik, mert hát ugye adtak nekik telefont, amin látják, hogy mire jönnek, aztán itt kiderül, hogy nem azt kapják, mert őket WC-t pucolni hívták, és itt szembesülnek azzal, hogy a rossz állapotban lévő működésképtelen társadalomnak a tagjai akarják őket szolgaként használni. Tehát garantált ugye problematika, ami itt fog robbanni ezen a kontinensen, hát ez is mit erősít? A nagy versenyzőt. Ugyanúgy, ahogy a tudat rombolása is a nagy versenyzőt erősíti. A kínaiakkal talán egy szerencse van, hogy mivel kevésbé individualisták, mint mondjuk a nyugati emberek, tehát nem annyira lényeges az egyénnek a szerepe. A közössége. Ez miatt képesek konszenzusokra. Tehát, hogyha megnézed, persze az ujgurokkal nem bánnak szépen, de ők a birodalomhoz tartoznak közvetlenül, de az együttműködésekre ilyen jellegű kulturális hódítás sose nyomja rá a bélyegét. Tehát különben Amerika is Kína kezében van. Hát itt... Na de erre mondom, még... itt jön az, hogy a kulturális hódítás az még egy hanyatló Amerika esetében is megfigyelhető, és láthatóan működik is. Tehát miközben azt mondjuk, hogy ezer sebtől vérzik Amerika, meg mennyire függ mindenhonnan, azért mégiscsak az amerikai tudatipar által kitalált ruhákat hordjuk, azokat a filmeket hát nézzük. Már Robi jó mondja, ott van a rock and roll. Bocsánat, az USA-t egyébként nagyon tévesen írják le. Tehát az, hogy morálisan hanyatlás söpör végig a nyugati társadalmakon, az USA-n is, az egy dolog. De egyébként itt nagyon sokan tévhitben vannak. Tehát valameddig jogos az állítás Lacinak, hogy Kína kezében van Amerika is, hát bizonyos gazdasági szempontok alapján igen, de Amerika még mindig minden szempontból vezető hatalom a világon. Tehát ezt még csak ott tartunk, hogy arról beszélnek, hogy mi lesz 5 év múlva, mi lesz 10 év múlva, de először azt kell megkérdezni, hogy leszünk-e még 5 év múlva vagy 10 év múlva, mert jelenleg egy olyan irányt vettünk, hogy még ez sem garantált. És Amerika, mint ahogy mondod, a tudatipar oly mértékben uralja az egész világot, hogy túl van az a birodalmán is, mert egyébként azt nem tudom, hogy felismerték-e már a kedves nézők, hallgatók, feltételezem, hogy néhányan igen, hogy mi már nem európaiak vagyunk, mi már az amerikai birodalom részét képezzük jó ideje. De most nekem nagyon érdekes volt, hogy mi már csak lokálisan vagyunk. Az elmúlt időszakban több európai és Európán kívüli országban jártam, és egyenországok vannak. Tehát mindenhol bemész egy sétálóutcába, ahol ugyanazok a boltok vannak, ugyanazok a termékek vannak, abszolút, ugyanazokon az árakon, és ugyanaz még a reklám. Ez a mellénypatt jelenség, az olvasztó tégely. Tehát, hogy már nincs az, hogy elmész turistának valahova, és ott olyan egyedi dolog van, hanem bemész ugyanabba a pizzahátba, és megeszed ugyanazt, és ugyanúgy meg... Tehát, ami nekem fenyegető különben, tehát például amiről beszélnek, hogy atomháború lesz, és hogy egymásra lőnek. Szerintem, amiről beszéltél, hogy Amerika morális válságban van, vagy erkölcsi, vagy nevezzük akárminek. Az a baj, hogy előbb-utóbb, aki ilyen válságban van, annak kihat az egész működésére. Tehát széthullik az egész. Ami morális, erkölcsi válságban van, nem képes megfelelő célok mentén működni, az előbb-utóbb működésképtelné válik. Ugye ez a birodalmaknak a sajátossága, tehát, hogy jön a jólét, jön a biztonság, és elkezdenek hülyeségekkel foglalkozni a társadalommal. Ráadásul hát magának a társadalom szerveződésnek az a fő célja, hogy ugye megvédje az állampolgárokat, meg hogy keretet biztosítson, és hogyha ezekben kompromisszumot köt, meg bűnöket követel, akkor meghasonlik az a társadalom, és egyébként meghasad. A római birodalomra gondoljunk csak egy persze, hogy mi is történt ott, ugye Róma leigázta és uralma alá hajtotta Görögországot, de Görögország hódította meg végül Rómát, mert a görög szerelem megfertőzte az egész római birodalmat, és elhozta azt a hanyatlást, tehát utána indult el a hanyatlás. És a római birodalom, hát a semmi vélet. A római birodalom maga egy hellenisztikus kultúra. Tehát abszolút. Abszolút görög kultúra. Ha megnézitek a Hun Attilának tulajdonképpen, hogy a birodalom, hogy volt, egy amerikai podcastet hallgattam szánt szándékkal, hogy a Skita cucc maradjon ki belőle, meg a Sirius, és hogyha megnézed a Attilának a betörését, és a Kárpát-medencébe a létezését, hát tulajdonképpen annyi történt,
hogy itt egy ugye Nyugat-Róma, Bizánc, kulturális összeroppanás, még vannak légiók, de már nem úgy. Most nem az történik? Csak most Attila nem magától jön, hanem mi hozzuk. Igen, és itt van Attila, egy ilyen haddel-haddal, és úgy dönt, hogy az tulajdonképpen egy korabeli mafia, aki leugrunk Bizáncba, fölkoncolunk egy-két falut, gyorsan hoztak 6 tonna aranyat, letették, ne bánts minket, gyertek már át gyorsan, harcoljatok Rómáért, harcoltak kicsit, utána levágtak pár várost ott is. Tehát tulajdonképpen maga az összeomló birodalom megteremtette a lehetőségét annak, hogy a Kárpát-medencében egy gangster birodalom, tulajdonképpen egy korabeli Bonanno család, vagy akármi, ott tudjon létezni. És tulajdonképpen, ha megnézed, ebben a folyamatban annyira meggyengült a birodalom, hogy végül a hajóágyúnak a kedvencei a németek különböző formában, vandálok, vizigótok, meg mit tudom én, kik még, azok szétcseszték az egész római birodalmat, és lett belőle német-római császárság, aminek a szélén mi itt ülünk apuval az élen most éppen, és hát próbálunk megoldást találni arra, hogy ezek között, a nagy kolosszusok között hogy legyünk működőképesek. Hát a mai első műsorunknak, ha volt konklúzió, akkor szerintem az az, hogy bármilyen kérdést le tudunk vezetni Nacival, ugyanarra a következtetésre jutva, úgyhogy én magamat Ézsaiáshoz, ő pedig Don Corleonéhoz köti. Vagy Michael Corleonéhoz, de nagyjából ugyanoda jutunk. Ez volt az Ultra Gang első adása. A kedves hallgatóinknak köszönjük a figyelmet, Dopmennek és Ábrahám Róbertnek a részvételt, viszont látásra, viszont hallásra. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz!